Neves, kortárs festők művei tekinthetik meg az érdeklődők Szekszárdon, a Művészetek Házában. A tárlat a hagyomány címet kapta. Ennek egyik oka, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy a különböző okokból megszakadt 3 évenkénti országos festészeti kiállítás folytatódjon. Másrészt a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével egy olyan kiállítás sorozat életre hívása is a cél, mely a festészet hagyományos, konzervatív technikáival alkot. A mai világban nem lehet leválasztani, elválni a bizonyos világ tendenciáktól. Vannak művészek, akik ezt abszolút módon azonnal fel tudják dolgozni, illetve át tudnak állni. Vannak művészek, akik lassabban maradnak a konzervatívabb technikáknál, de azt azért tudomásul kell venni, hogy ez a fajta, tehát a festőművészet, a képzőművészet Isten igazából olyan nagyon nem változott. Baki Péter hozzátette, a képzőművészet egyre inkább kezd tudománnyá válni, hiszen egy alkotónak sok mindent meg kell tanulnia, át kell olvasnia és át kell élnie ahhoz, hogy ilyen minőségű munkák szülessenek. Pirk László Merre indulnak útjaink című 2018-ban készített művét tekintheti meg a közönség, melyet Olaszországban tett utazása, azon belül is egy helyi kisváros, Amalfi inspirált. A hegy oldalában alul egy patak befolyik a tengerbe, tengerből, és a házak úgy kúsznak fel a hegyre, hogy nincs külön ház, hanem összeolvadnak a házak, és a házak között különböző lépcsők, különböző utak mennek szinte labirintusszerűen. A kiállításra a tervek szerint 3 évente kerülne sor a Művészetek Házában a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának közreműködésével. A tárlat 2024. március 23-ig vasárnap és hétfő kivételével délelőtt 10 és délután 5 óra között látogatható, a belépés díjtalan.